Sziasztok! Ma április 18-a van, kedd, és 17 óra 25, ami azt jelenti, hogy már másfél órája kb. Itthon vagyok, viszont addig még nem jutottam, hogy meg is mozduljak. Ráragudjatok, de megint rám jön, úgy értem, egy köhögő roham, úgyhogy veszek egy strepsils, nem tudom, hogy egyáltalán segít-e. De igazából azt szokták mondani, a mentolos vagy mézes cukrok azok általában segítenek a torok kicsit letakarításában. De ugye itt nem lehet negrót kapni. Úgyhogy ezt a megoldást választottam. Na de, egy csomó mindent kellene csinálnom egyébként. A csirke mellé még nem készült el semmilyen köret, és még fogalmam sincs, hogy mi lesz a köret, de majd, amint a gyerekek hazaérnek, szerintem elválik. Majd ők megmondják, hogy mit szeretnének. Ezen kívül, mivel megyek le, ezért le kellene vinnem a szemetet, mert már a kuka mellé raktam, mert már tele volt. Viszont ki kellene cserélnem Bélának az almot, akkor már egyúttal, ha úgyis leviszem a szemetet. De nincs kedvem megmozdulni. Úgyhogy valahogy rá kell vegyem magamat. Most nincs kedvem zenét hallgatni, a zenéhez most nincs kedvem. Most legalább annyit megtettem, hogy közzétettem a videót, a tegnapi videót. Legalább. Ennyi sikerélményem van mára. Ugyanis délelőtt sem csináltam semmit, hanem csak elkészülődtem. Viszont olyan csigalassúsággal készülődtem el, mint még soha. Nagyon-nagyon-nagyon lassan csináltam az egészet. Ilyen részletekben közben néztem egy videót, akit említettem már nektek, az a Chelsea, aki csinálja a sminket, miközben ilyen horror sztorikat mesél. Őt néztem közben, igazából közben. Néha azért leültem, néztem egy kicsit, mentem, csináltam valamit, sminkeltem, vagy hajat csináltam. Jó sok mindent, amit láthatjátok, nem csináltam a hajammal, csak megfogtam és összekötöttem. Így volt egész nap, de tökéletes. A célnak megfelel. El kellene pakolnom, fel kellene mostanom, mert az üvegfestéket elővettük tegnap előtt, és Csabika újra elővette tegnap is. És mindenhova szana szétfolyt, mert kettő is be volt, el volt dugulva lényegében. És ahogy nyomkodni akarta ki, úgy felrobbant az egész. Úgyhogy itt össze-vissza vannak ilyen üvegfesték voltok a padlón. Tegnap azért teszteltem, feljön. Úgyhogy nem, azért nem siettem annyira az összetakarításával, mert tudom, hogy fel tudom mosni. De valahogy, nem tudom, valahogy nincs kedvem, semmihez se. Nem ágyaztam be már két napja egyébként, mert az előző videóban láthattátok, hogy megcsináltam ezt a részt, viszont a szobáig nem jutottam el. Tegnap egész este nem jutottam el a szobáig, ugye ma nem csináltam még semmit, úgyhogy már két napja nincs beágyazva. De mindegy, mondjuk lényegében úgyse jön ide senki. És hogyha jön is, akárki is a szobában nem megy be. De, ja. Úgyhogy ilyen lusta vagyok már két napja. Nekem is jól jönne egy kis motiváció. Szoktam nézni, most is igazából az előbb azért próbáltam nézni ilyen takarítós, pakolós, motivációs videókat, de valamiért ma semmi nem segít rajtam. Se a zene, se a videó, semmi. Ma nincs kedvem egyáltalán. Pedig nem mondanám, hogy fáradt vagyok, mert tegnap is elaludtam a gyerekekkel. Aztán felkeltem, ugye, a csirkét elzárni. Erre aludtam a gyerekekkel, vagy nem? Nem emlékszem. Nem emlékszem pontosan. De arra emlékszem, hogy a csirkét még hajnal egykor csináltam. Igazából tök mindegy. Fáradtnak nem érzem azért magamat. Meg rossz kedvem sincs, azt sem mondanám, hogy rossz kedvem van. Csak lusta vagyok. Konkrétan lusta vagyok. Nem tudom miért. De ki mostan délelőtt egy adagot, szóval ezt ki kellene teregetni. Kettő adag már kint van, megszáradt szerintem már, úgyhogy azokat is le kellene szedni.
Úgyhogy lehet az lenne a legjobb megoldás, ha írnék egy listát, hát ha az motiválna egy kicsit, hogy csekkolni tudjak mindent a listámról. Viszont most gyorsan kiürítem az almat, és elmegyek a gyerekekért, mert amúgy sem akartam így elkezdeni takarítani, mert ma csinosan öltöztem fel, kosztümnadrág van rajtam, úgyhogy ezt semmiféleképpen nem szeretném tönkretenni, ezt a nadrágot. Úgyhogy ha majd hazaértem, akkor eltöltözök, és szerintem nekiállok a takarításnak. Nem tudom, mennyit mutatok meg belőle, mert minden nap mutatok egy kis takarítást, hogy nektek legalább legyen egy kis motiváció. De azért nem akarom annyira, hogy ismétlődjenek a dolgok. Úgyhogy nem tudom, ma mennyit mutatok meg a takarításból, majd meglátjuk. De most megpróbálom összeszedni magamat, aztán majd jövök vissza, hogy sikerült-e vagy se. Sikerült kitakarítanom, és amit láthattátok az előbb, még palacsintát is sütöttünk a gyerekekkel, viszont ezen kívül mást nem csináltam. Mert a takarítás az nagyon elhúzódott, nagyon lassan csináltam, nem siettem el semmit. És miután megpalacsintáztunk, szépen megfürödtünk, és lefektettem a gyerekeket. Már elég késő van egyébként. Azt hiszem olyan 11 óra körül van már, és mindjárt megyek én is aludni, mert most már viszont elfáradtam, most már tényleg fáradt is vagyok. De gondoltam még, várhatnánk pár szót, miközben felrakom a szérumot a szemöldökömre, a szempillámra, és befonom a hajamat. Mert ez is része már az esti rutinomnak. Szerintem április hónapban még nem vasaltam ki a hajamat. Szerintem láthattátok a videóban, hogy gündören hagyom a hajamat. Ez azért van, mert iszonyatosan el vannak töredezve a hajvégeim, és meg szeretném menteni, mert évek óta nem nőtt már a hajam. És ez szerintem köszönhető annak, hogy állandóan vasalom. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most egy jó darabig nem fogom vasalni a hajamat. Megpróbálom úgy befonni, hogy ez jó is legyen, és lássátok is. Egyébként így sokat rövidítettem a készülődési időmön reggelente, mert csak a hajam elejét szoktam, meg itt az oldalát szoktam egy kicsit levasalni, hogy ne tűnjön annyira borzasnak és igénytelennek. Mert ugye régebben sokszor azért átvasaltam nagyjából a hajamat, nem teljesen, csak úgy részletekben. De az rengeteget károsított a hajamon, és most próbálom helyrehozni. Lehet a hétvégén majd valami pakolást is teszek rá. Lehet a tojás sárgája, olívaolaj, vagyis hát egy kókuszolajat fogok belehasználni, mert nekem az van most itthon, és hajbalzsam megoldást fogom rákenni a hajamra. Az régebben is mindig bepuhította, mert elég száraz most a hajam, de úgy érzem, ez köszönhető a rossz időnek is, mert iszonyat. Én nem tudom, hogy lehet az, hogy áprilisban ennyire rossz idő van, de nagyon rossz idő van itt mifelénk, és hideg van, és már két napja
Még szerencsére, hogy nem tettem el. Az egyik videóban a héten, nem, múlt héten említettem, hogy el szeretném rakni a téli kabátokat és téli pulcsikat. Utána végül is meggondoltam magamat. De még jó, hogy meggondoltam magamat, mert már 2 napja a téli kabátomba járok, annyira fázok reggelente. És nem tudom, hogy honnan jött ez a rossz idő, de nagyon rossz idő van itt mifelénk. Úgyhogy még egy darabig nem fogom elrakni a téli cuccokat, úgy döntöttem, mert nem lehet, nem lehet. Az időjárás nem engedi. Most állítólag holnap, azt hiszem már azért jobb idő lesz, de hát majd meglátjuk. Viszont ne haragudjatok, ez a mai videó, ez szinte semmi. Tudom, tisztában vagyok vele, de vannak ilyen napjaim. Az elmúlt 2 hét, több mint 2 hét ugye, ben azért láthattátok, hogy a napjaim többsége az elég produktívan telik, és végig dolgozom a napot. Jó, nem feltétlenül munkában dolgozom végig a napot, de itthon is teszem a tennivalóimat, elvégzem, és haladok a tennivalóimmal. Ma is megtörtént ez, viszont ma egy kicsit engedtem ebből a kötelező sürgésforgásból, és mindent szépen, lassan, komótosan a saját kis tempomban csináltam, mert érzem, hogy erre van szüksége a szellemennek is, szellemileg is erre van szükségem, és testileg is, hogy egy kicsit lelassítsak. Aztán holnap ettől függetlenül lehet, hogy úgy kelek fel, hogy tele vagyok energiával, és mindent is elintézek egy nap alatt, amit máskor egy hét alatt sem. Szóval nem félek ettől, szoktak lenni ilyen napjaim is, de vannak, amikor ilyen napjaim vannak, hogy mindent nagyon lassan, komótosan végzek el. A lényeg az, hogy el van végezve, a gyerekekkel jól el voltunk, ettek, ittak, fürödtek, lefeküdtek, és időben azt hozzáteszem, mert sokszor van, hogy elustálkodjuk az estét, és kicsit később fekszünk azért le, az is sokszor előfordul, de ma kivételesen korán feküdtünk le, mert szerintem 9 óra előtt, 10-15 perccel már ágyban voltunk, és még nyilván tudjátok, ez nem úgy van, hogy bemegyünk a szobába, lefekszünk, és egyből alszanak is. Nyilván van egy kis beszélgetés, egy kis nevetgélés, és utána kezdünk el ténylegesen aludni is. Úgyhogy olyan 9 óra körül már azért abba hagytuk a beszélgetést, és akkor kezdtük az igazi alvást, vagyis hát ők. Na de, tényleg ennyi lesz már ez a mai videó, mert szerintem én mindjárt elalszok itt állva. Úgyhogy ne haragudjatok, ez a mai videó így sikerült. Remélem azért tetszett, és velem tartotok holnap is. Legyen szép napotok, sziasztok!